Üdvözlök mindenkit, ez itt a Presszó, az Alföld Televízió közéleti vitaműsora. Mai vendégeim Berecki Attila és Sárdi Koppányi Balázs. Sziasztok! Jó estét, szia! Egy rendkívül népszerű, bosszantó, ám néha örömteli témáról lesz ma szó. Minden egyes nézőnket érinti, a pénzről. Ugyanis kijött egy friss kutatás, felmérés, ami szerint Magyarországon, például Budapesten 446 ezer forint bruttó, és itt felemelem a mutatóujjamat, bruttó a havi átlagfizetés. Ami nem hangzik rosszul egyébként, tehát nyilvánvalóan tudjuk, hogy mennyi járulékot és egyéb más adóformát levonnak ebből, tehát azért annyira nem állunk jól. Azonban ez a szám is nagyon szép ahhoz képest, ami például Hajdú-Bihar megyére jellemző, ahol 80 ezer forinttal havonta átlagosan kevesebbet keresnek az emberek, mint Budapesten. Ez a 80 ezer, ez a legnagyobb különbség, most itt bruttóról beszélek, ez a legnagyobb különbség, ami Budapest és bármelyik megye között van az országban, tehát úgy le lehet fordítani, hogy valamilyen rejtés oknál fogva Hajdú-Biharba keresnek a legkevesebbet az emberek Magyarországon, átlagban Magyarországon. Ez egyébként majd megpróbáljuk megfejteni, hogy miből fakadhat. Ha a megyeszékhelyeket nézzük, akkor egyébként Békés Csaba áll legrosszabbul, nem pedig Debrecen a fővároshoz viszonyítva. Hát kezdjük be azzal, hogy egyrészt miből fakadhatnak szerintetek ezek a hatalmas különbségek, mert azért 80 ezer forint havi különbség az elég releváns és megfogható, mert hogy régen mindig azt mondták az elmúlt évtizedben, ugye ez mindig is így volt, hogy nagy különbség volt a főváros meg az elmaradott idézőjelben, teszem vidék között, de ezt is évtizedek óta ezt halljuk, azonban azt hozzátenném, hogy mondjuk azért Budapesten, azt mondani, hogy Budapesten minden sokkal drágább, az csak részben igaz. Mert igaz lehet természetesen a luxus szolgáltatásokra, úgy mint elit étterem, elit kocsma és a többi, és a többi. Azonban úgy összességében a nagy közületi szolgáltatók árai hasonlóak, mint mondjuk vidéken, a ABC-ben az árak hasonlóak, mint vidéken, a benzinár ugye az körülbelül ugyanaz, mint vidéken, tehát az a legtöbb kiadással járó, havi kiadás, rendszeres kiadással járó dolgok, mobil előfizetés, internet előfizetés, stb. Azok nem drágábbak egyébként jellemzően ott sem, mint itt, tehát magyarán ilyen szempontból nem annyira indokolt ez a hatalmas szakadék. Na szóval kezdjük már ezzel, hogy miért is van ez? Mert ott annyira fejlett a gazdaság, itt meg nem? Vagy miért szerintetek? Hát csak hozzátéve az, hogy te mondtál, és én meg is kaptam ezt. Ugye én Budapesten születtem, és úgy kerültem most már több mint 20 éve, sőt majdnem negyed század a Debrecenbe, és még akkor társasági lakásba raktunk, és ez a téma szóba került, ez mindig téma a emberek között, hogy jó, de nektek vidéken könnyebb. Mi? Elmondtam, hogy ugyanannyiba kerül minden, és ugyanúgy, ahogy te az erkélyen nem termesztesz paradicsomot, én se. Tehát, sőt, még mondtad, hogy jó, van luxus, azért luxus étterem van Debrecenben is, viszont bizonyos dolgokat miután nyilván a város méreteiből számolva jóval nagyobb a választási lehetőség Budapesten, hogyha olcsót akarsz venni, és vegyünk még egyet, jó, itt mondjuk lehet kerékpározni, de azért a tömegközlekedés és az árai körülbelül ugyanolyanok, azért a budapesti tömegközlekedés és a debreceni tömegközlekedés között fényévnyi különbségek vannak, és nem a debreceni javára, tehát nyugodtan megteheted, hogy lerakod az autót, és az a 10 000 forint alatti bérletből gyakorlatilag el vagy egész hónapban, mert tényleg eljutsz bárhova rövid idő alatt, és nem óránként közlekedő járatok vannak, tehát ha ezt is hozzátesszük, akkor abszolút jogos a felvetés, és ez nyilván egy beidegződés, tehát ami a munkáltatókban is benne van, hogy jó van, vidéken elébb a kevesebb is, aztán majd megélnek valahogy belőle. Igen, és csak még egy példa eszembe jutott, hogy például a budai várban a parkolódíjakat tekintve, és mondjuk a debreceni belvárosban a parkolódíjakat tekintve sincs szakadék különbség, sőt, ami a meglepő első hallása, de valóban így van. Sőt, hát Pesten sok szempontból ugye négy szombaton parkolódi humánusabb a parkás, éppen a nem nagyon kiemelt övezetek olcsóbbak, mint Debrecenben, és ott a szombatok ingyenesek azért, ez megint egy elég komoly könnyebbség. Na szóval csak azt akarjuk ezzel mondani, Balázs, hogy nem is biztos, hogy sokkal több pénz kell Budapestre, és mégis valamiért úgy gondolják a munkáltatók, vagy maga így alakult ki a rendszer, hogy ide kevesebb pénz is elég. Én durvát mondok most, de szerintem azért, mert ez így van. Tehát kevesebb pénz is elég. Persze. Tehát ez így, tehát ez ugyanolyan, mint ez, imádom tőled ezt a példát, hogy azért vannak kevesen a stadionban, mert ott kevesen vannak. Tehát szerintem ez egész egyszerűen olyan régóta mondogatjuk, hogy keleten kisebbek a fizetések, és ez az országnak a legelmaradottabb régiói, ez a Szabolcs, Borsod, Békés, Hajdú, hogy egyszerűen mindenki elhitte,
hogy itt ennyit kell fizetni, és itt úgyis megvannak, vagy nem tudom, mert itt úgyis nagymamának vannak csirkéi, aztán majd megsegíti a családot, ha nem tudnak venni, vagy nem tudom milyen megfontolásból. Nekem sziklaszilárd meggyőződésem, hogy ez azért van így, mert így van. És ez nagyon hülye mondat, de tényleg, tehát annyira beleivódott mindenkibe, hogy lehet nem is igénylünk többet. Uh-huh. És egyébként ugye itt arról beszélünk, hogy Budapesten 445 ezer bruttó a havi átlag kereset, Hajdú-Bihar megyében pedig 366 ezer bruttó. Tehát itt van ez a releváns különbség, uh-huh. amiről beszéltem. Nyilván ebben már mind bele van számolva mindenfajta kedvezmény, meg minden, mert azért józan magyar ember azt, aki esetleg nem veszti el az agyát valamilyen tudatmódosító miatt, azt tudja, hogy Magyarországon nem nettó, mit tudom, 200 ezer forint az átlagfizetés, hanem jóval kevesebb. Tehát azért azt lehet tudni, hogy ha most Magyarországon te diplomás, nyelvvizsgás hozzád és a társadalomhoz és a múltadhoz és a családodhoz méltó munkát űzöl, akkor sem beszélhetünk mondjuk 200 nettó fölötti összegről semmi esete sem, de még annyiról sem nagyon, átlagosan, valakinek igen, valakinek nem, de többnyire nem. Tehát nyilván ez egy nagyon pozitív számhalmaz, amiről most beszélünk hivatalosan, de azért azt kell látni, hogy megáll ez olyan 180 körül nettóba simán. És az a kérdésem, hogy mire elég ez? Hát... Tehát, kezdjük azzal akkor a legegyszerűbben. Szerintetek mi számít luxusnak? Milyen kiadás számít luxusnak? Nem, tehát egyrészt általános érvényben mi számít luxusnak, illetőleg ehhez az átlag fizetéshez miért nem mi számít luxusnak szerintetek? Uh-huh. Nagyon relatív a dolog, mert pont mikor máskor cipőhúzás közben gondolkodtam ezen a kérdésen, hogyha ezt megkérdezed, akkor mi a fenét lehet erre mondani. Vettél fel a 80 ezer fontos cipőre. Igen, hát nem, de minden. És arra jutottam, hogy nyilván aki olyan anyagi helyzetben van, hogy álmodik egy automata mosógépről, az nagyon örülne egy használt, de működő automata mosógépnek, ha lenne neki, mert nem laborba kéne mondjuk mosnia. Aztán van, aki meg azt mondja, hogy hát már 3 éves az autó, most már le kéne cserélni egy újra, mert lassan szétmegy. Tehát, hogy annyira viszonyítás kérdése ez, a 200 ezer környéke, azt bruttósítsuk már az olyan nincs 300 annak a bruttója, ugye van? Ugye attól függ, tehát, hogy ugye, annyi fajta kedvezmény van, és különböző szempontok is bejátszhatnak. Aha. Hány gyereked van, stb. Ez nagyon nehéz utolérni. Beszéljünk nettóba szerintem. Én is azt gondolom, hogy beszéljünk nettóba. Tehát mondjuk azt, hogy akkor a nettó átlagfizetés Magyarországon, mondom, maradjunk a hagyományosan esetleg a KSH által kimutatott számoknál, mondjuk azt 182 ezer forint nettó. Nyilván ebben minden benne van, ebben az ember is benne van, aki csak álmodik egy mosógépről, egy használtról, uh-huh. meg az is benne van, aki mondjuk mit tudom, megteheti, hogy nem tudom, nem akarok semmit mondani, mindegy, akár tengeri hajóútra, vagy bejárja a világot egy körútazás alkalmával, vagy bármi. Hát én azt gondolom, hogy a közbeszédben az ilyen 182 ezer forintra már úgy azt mondjuk, hogy jó az, ugye? Tehát, hogy nem sírjuk el magunkat, az ilyen 120 környékén azért már hogy kicsit úgy elpityeredik az ember. Személyes példát fogok mondani, mert nem szeretek mással, nem is tudok mással példálózni. Abszolút nem élünk luxus életet, azt leszámítva, hogy egy viszonylag nagy rezsijű, vagy hát nagyobb rezsijű, mint egy panel lakás, egy nagy rezsijű házban élünk, de nem luxus körülmények között, tehát én azt gondolom, hogy teljesen az ilyen polgári élet, ugye úgy divatos ezt most nevezni. Sikerült egy egyéni rekordot szeptember elején felállítanom, a 200 ezer forint az 2 napig tartott, ebben igaz benne volt a egyhetes nyaralásunknak a apartman költsége, az azért, az nincs minden hónapban, hál' Istennek, de sajnos. Hogy így leültem a gép elé, elővettem a kis kártyámat, és akkor fizettem azokat a kötelező költségeket, amiket mindenki szokott, lakásbiztosítás, kötelező biztosítás, iparűzési adó, vállalkozóknak tegyük hozzá. Mik vannak még ezek az állandó kis... Mert a régen súlyadónak csúfolt súlyadót autó, is fizettem, van, az is jött, ilyesmi, és hip-hop, azt vettem észre, hogy akkor ez a 200 ezer, ez nincs. Szóval az, hogy mi számít jónak, vagy mi számít rossznak, az nagyon nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy az számít jónak, vagy az számítana jó fizetésnek Magyarországon, teljesen mindegy, hogy
régióról beszélünk, de beszélünk akkor a miénkről, amikor ezeket a kis kötelező sarangjaidat így letudod, hogy biztosítás, meg adók, meg orvos, persze, meg patika, meg benzin, meg ilyesmi, meg benzin, meg telefonszáma, meg ilyesmi, és akkor még marad egy olyan bázis mögötted, amikor érzed azt, hogy na igen, ha most megáll az a sokat emlegetett automata mosógép, akkor holnap elmegyek a üzletbe, és veszek egy másikat, mert kell, vagy megállhat egy hűtő bármikor, tehát egy váratlan kiadásra ne kelljen mondjuk egy fél évig, vagy egy évig, vagy ki tudja meddig félreteszegetni. Azt gondolom, hogyha ez a fajta biztonság megvan, hogy a kötelező kiadásaimat gond nélkül le tudom, és még marad, na akkor jó egy fizetés, vagy akkor mondható jónak. Én azt hiszem, hogy valami ilyesmit hívnak ilyen gond nélküliségnek, hogy ne stresszelj ezen, mert ezeket a kötelező dolgokat ki kell, szóval ezt nem tudod megúszni. De ha csak arra gyűjtesz, ha csak azért dolgozol, hogy ezek a kis kötelező, most majdnem csúnyát mondtam, sallangjaid ki legyenek fizetve, akkor az nem feltétlen tesz boldoggá. Hogy akkor kicsit nekem legalábbis önérzésem van, hogy oké, túléltük. Ez nem biztos, hogy jó. Tehát hosszú távon ez nem biztos, hogy a léleknek jót tesz, hogyha mindig túlélünk, mindig arra gyúrunk, hogy melyik költséget hova csoportosítsuk át. Szerintem itt valahol itt lehet a probléma. Igen, és hát ugye nem beszéltünk arról, hogy azt mondta, hogy ez így rendben van, hogyha ezt érzi az ember valóban a legtöbb magyar állampolgár, hogy jó, hát a szükséges költségeket azt, ha izzadva is, vagy másodállásban, nem tudom, össze tudja nagyjából hozni. Na de hát a polgári életről beszéltünk. Hát ebben nincs benne egy színház, nincs benne egy foci meccs. Ez nem benne... volt. Hát rövid ital nem volt, tehát nincs benne étterem, nem volt, dohányáró nem nincs volt. Benne egy hosszú étvége, nincs benne egy élvezeti cikli, ebben nincs semmi nincs. Benne. Tehát ez sör még... van. Jó, akkor sör van. Na de értitek, hogy gondolok. Miért felég van olcsó beszerzési igen, tudom, hogy jó, de azért az, hogy elmenni moziba, színházba vagy foci meccsre, azért az még nem a bűnnek a barlangja feltétlenül. Nem, tehát az még egy polgári életmódot be kell, hogy férjen, még akkor is, hogyha mondjuk az a színház előadás, vagy az a futballmeccs, vagy az a mozi, az mondjuk Budapesten van, és nem Debrecenben. Tehát nyilván egy tuti költség is egyebek, nem? Hát igen, és a egyfelé lakunk Balázssal, csak egy attól, amit az elején is mondtam, a tömegközlekedés, és ahol lakunk, ebből kifolyólag, tehát luxus, nem luxus, én átgondolom, a munkahelyemhez közel jár egyetemre a már 20 éves gyermekem, és bizony várunk egymásra egy órát, hogy ne kelljen 5400 méter a lakás és a parkoló közötti távolság, és igen, én végzek, itt tudom én, fél egykor, és el tudnék menni, és ő neki fél háromig van órája, akkor megvárom. És ha ő végez egykor, és nekem még dolgom van bent a csarnokban, akkor megvár, tehát pedig haza tudna menni, és visszajönni értem. És akkor az azt jelenti, hogy azért a luxustól igencsak messze vagyunk, de ha jön egy váratlan kiadás, egy ifjú ismerősöm barátomnak éppen ma intéztem megvillant egy kijelző a nem luxus kategóriai autóján, fölhívtam egy szerelőt, akit ismerek, elmondtam, hogy mi van, azt mondta, hogy ez típus hiba, és 10-ből 9-szer 100 000 fölötti tétel. Most te jól elél a mindennapokon, de ezt már elkezdett hápogni, hogy tehát az a 100 000 forintja nincs meg, amiből persze, nincs. Megvan, ő nem éhezik. Jó, de igen, csak nagyon fontos, amit most mondtál, ez a tételvonal. Nem éhezik. Na de hát könyörgöm, nem azért jöttünk a világra, nem azért küzdöttünk, nem azért jártunk akár oskolában, nem azért próbáltunk a szakmába lépegetni, hogy még az legyen a tétje, hogy éhezünk, vagy nem éhezünk. Nem? A nem éhezést, amik messze van, jól megvan minden napokban. Én most nem általában. De jó, csak mindig azt mondjuk. De ez a 100 000 forint már gondot okoz a neki. Belső, ami... A belső dühünket minden ember azzal csillapítja, hogy jó, hát de van, aki éhezik. Ami igaz is. Na de hát azért szerintem ez nem feltétlenül olyan szempont, ami jogos arra, hogy az ember leszegi a fejét, nem? Tehát azért jó, hogy nem már. Tehát, még csak az hiányzik. Tehát, de nyilván volt, tehát vannak ennél sanyarúbb sorsok Magyarországon, ahogy az átlag magyar él, és pláne, hogy voltak is sanyarúbb sorsok Magyarországon, mint ahogy most az átlag magyar él, ez biztos. Meg hát a minden tehát relatívra ez... mondok egy nagyon jó példát, mi egy helyből elszámított sztársportolóra szoktuk mondani, és nem, abszolút nem bántó szándékból, hiszen a maga tehetségéből kereste meg azt a pénzt, de ő pillanatnyilag olyan színvonal élni, neki azt mondanák, hogy havi 1 000 000 forintból meg kéne élned, akkor kétségbe esne, tehát, és nem tudná hova rakni, nyilván visszaállna rá, hiszen a kényszer nagyon, és remélem valószínűleg nem fog olyan helyzetbe kerülni, de csak azt próbálom, hogy mindenkinek minden relatív, hiszen, és mondom, nem sajnálom tőle, megkereste rá a pénzt, tett érte sokat, csak
ő nagyon megszorulna, és ugye van így egy bizonyos réteg, hogyha azt mondanak, hogy havi 1 millió, akkor fölkapná szemét, hiszen ott van olyan ember, aki meg évi 1 millióból él meg, és még akár bizonyos szinten luxus cikkeket is vásárol, hiszen akár meg is szövi is esetleg a sörét, vagy valahogy megoldja. Egyébként a minden kedves nézőnek is ajánlom, volt erről a átlag magyarságról egy remek szerzemény sok-sok évtizeddel ezelőtt, a P-Mobil átlagember című műve. Egyébként nagyjából semmi nem változott, a adatokat lehet ebben a dologban felülírni, ha valaki ezt meghallgatja, de ugyanez. Ugyanis én csak kötném az ebet a karóhoz, értem, hogy minden viszonylagos, persze. Értem, hogy mihez képest, azt is persze. Na de azért én azt javaslom, hagyjuk az alsó 20 meg a felső 20%-ot, jó Magyarország, most vegyük, felejtsük már el. Mert azért az emberek nem így élnek. Tehát ha ti is azért jártok eltek a városba, az országba, tehát ne, most hagyjuk már azt, hogy valaki 1 millióból nem tud kijönni, vagy nem. Hagyjuk azt a szegény, szerencsétlen, nyomor, negyedes embert, akit nyilván nagyon sajnálunk, de nem ez a jellemző. Egyik sem jellemző. Hát próbáljunk már egy picit arra fókuszálni, hogy tényleg most akkor tudom, hogy ez megint egy olyan szociológiai fogalom, amit nehéz meghatározni, de az átlag magyar hogy él. Ugye átlag fizetésekről beszélgetünk itt, most azzal kezdtük a műsort. Engem az a része izgat tényleg, hogy mi számít luxusnak. Tehát per pillanat a magyar átlagbérlethez képest, még egyszer elmondom, egy budapesti színházi adás luxusnak számít. Vagy. Ami szerintem nem normális dolog. Nem szabadna, hogy ez luxusnak számítson. A másik az, hogy van egy mondás, hogy akik panaszkodnak esetleg, vagy úgy érzik, hogy kevesebb megbecsülést élveznek anyagilag, mint amúgy, akkor miért nem mentek el futballistának, nem tudom, fejlesztő informatikusnak, vagy nem tudom minek, hiszen ott jól kereshetnének, és akkor nem kéne itt nem pufogni ezen. Ez egy szempontból igaz is, ha belegondoltak, persze. Na miért? Tényleg, akkor miért nem? Másrészt viszont gondoljuk bele abba, hogy mondjuk Magyarországon a 9,6 milliós populációból mindenki sportoló, élsportoló, futballista, meg fejlesztő informatikus programozó. Elég hülye ország lennék, ha csak ezek lennének. Tehát más ember is szükségben könyörgön, nem csak ilyenekre. Jó futball lenne. Jó futball lenne, igen. Hát valószínűleg az e-sportban, de ez most mindegy. Na, szóval, hogy azt szeretném tőletek kérni, hogy írjuk már körül, hogy mi az a határ, amit nem szabad átlépni ahhoz, hogy az ember ne billenje meg anyagilag. Tehát mit tudom én, szerintetek egy átlag magyarnak belefér-e mondjuk elmenni családjával étterembe, tegyük fel. Hát milyen gyakoriság? Rendszeresen szerintem nem. Átlag osztrák hétvégén az egyik napot nem főz, ugye? Hanem elmennek egy vendéglőbe. Nekem nem férne. Nem, gondolom, hogy ez jellemző. Legyen úgy. Nem, szerintem ez luxus, csak hogy... ma. Igen. Bár sokat emlegetett sötét korokban ez teljesen általános volt Magyarországon is, de ezek az idők ezek szerintem elmúltak. Tehát szerintem megint itt odaikodunk ki, hogy egy szűk réteg él ezzel a lehetőséggel, ami egyébként egy egészséges dolog lenne, mert tök jó lenne. A 20%-nál nagyobb, amit mondta a felső 20%-nál nagyobb, de bőven nem az átlag. Mondjuk, ha minket kérdezel. De. Igen, nem, csak magamról is mondom, hogy nekem is luxus, csak hogy itt, meg például olyan dolgokra lettem figyelmes, ami régen nem volt. Például az, hogy meg voltunk győződve arról, véri meg jogosan, hogy fű, hát hogyha mész nyugatra nyaralni, vagy délre, borzasztóan drága. Tehát az úristen, hát nálunk arany élet már, olyan drága minden, hát ugye borzasztó. És hát ez nyilvánvalóan ezt, aki külföldre járt, ezt tapasztalta is. Most meg azt látod, hogy egy átlag magyar csádának az étlapján olyan árak vannak, körülbelül, mint Görögországban az abszolút tengerparti étteremben, ami közvetlen a vízpartján van, és olyan helyen vagy, hogy azt hiszed, hogy a paradicsomba kerültél, és gyakorlatilag vagy nem drágább, vagy 5-10%-a drágább, mint egy átlag magyar utcéli csárda. Vagy ez olcsóbb. Vagy olcsóbb. Meg benne van az is, igen. Na, szóval ezt viszont már nem értem. Tehát itt már megállt az én tudományom, mert hogy akkor ezeket a árak, vagy azt megbeszéltük, hogy a fizetések miért nem többek. Azért több, vagy nem többek, mert itt már megszokták, hogy ezeknek itt keletlenül bőven elég, befogják a szájukat, azt csinálják. Tehát ez rendben van, pipa. Na de az árakat, akik ezt meghatároznak, nyilván ez egy gazdasági, piaci dolog, azok miért gondolják azt, mondjuk egy balatoni árus, hogy ez így jó, hogy egy lángos, például 2500 forint, vagy most mondtam, 2000 forint.
Hát ő azzal fog védekezni, hogy mert olyan magas a bérletidő, és akkor a kör megy tovább, ugye? Tehát, uh-huh. És a 22-es csapdáig eljutunk, hogy hát tőle sokat kérnek, az önkor, a kiadó az azt mondja, hogy hát nekem ez mennyi költségben van, és a végén az jut el, hogy ha nem is 2500-at, de 1000 körül fizetsz egy sajtos tejfölös lángosért, aminek szerintem 100 forint a bekerülési ára, és akkor nagyon már beleszámoltam a rezsit, meg a munkadíjat is. Igen, mert ez mozdörögi kör, gondoltuk bele, hogyha állandóan abból állunk ki, hogy fejlesztjük a turizmust. Ez nagyon helyes, hiszen egy csomó bevételt hoz az országnak, tehát ez csak büszkék akarunk lenni a hazánkra, meg akarjuk mutatni a hazánkat, teljesen jogos. Azonban minél több turista van, minél több, annál magasabbak az árak. Tehát abban a pillanatban el fog szakadni a magyar átlagtól teljesen, mondjuk a Balaton, bár már részinten is szakadt, hiszen azt az árfekvést nem lehet, egyszerűen nem lehet kitermelni. Tehát ezekből a pénzekből, amiről itt beszélgetünk, ezekből egy 10 napos balatoni nyaralás esélytelen, nem? Uh-huh. Egyébként visszatérve ezekre az árakra, én megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a hétvégén egy helyi tömegrendezvény részese voltam. Jó nagy tömeg volt, elég durva árak, és rengetegen éltek ezekkel az árakkal. Szinte azt gondolom, hogy gondolkodás nélkül. És nem megbántva ezzel senkit, mert mindenki oda teszi, és új, de körülbelül ezek a balatoni árak, amik így arcul csaptak. Én azt gondolom, hogy mi így földrajzilag vagyunk kelet. Én inkább ilyen ányugat vagyunk, vagy nem tudom. Kicsit úgy érzem, ha így külső szemlélőként ránézek a társadalmunkra, hogy nagyon szeretnénk. És azt mi nagyon jól tudjuk, hogy aki kimer menni nyugatra, meg Ausztriába, meg Németországban, még messzebb, az jól él, de hát majd, mi is majdnem úgy, nem? Tehát már vagy itt úgy van, akarunk? Vagy úgy akarunk. Aha. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, igen. Nem? Tehát én azt mondjuk, hogy mi azt mondja a magyar, még hogyha nem is olyan nagy a bevétele, tehát ezt az átlagot keresőből beszélgettünk, hogy jó, keleti bérek, de nem baj, nekünk az kell. Mi ugyanúgy vásárlók vagyunk, mint nyugaton, ugyanúgy próbáljuk azt az életet élni, megvenni, ami csak kell, akár, hogyha elmegyünk egy nyilvános helyre, mindent, ami csak kell. Érdekes egyébként, igen. Lehet, hogy van bennünk egy ilyen valóban. Egyébként még szerintem az ilyen több fesztiválnak, vagy tömegrendezőnek megvan az a lélektara, mint a, ugye, Balázs, nem tudom, te voltál, mi voltunk idegenben külföldön futballmeccsen. Tehát azt mondod, ha már ott vagyok, akkor mindegy. Aha. 5 eurós ura költet. Tehát rászántam, kimentem az XY fesztivál és gulyás napokra, és akkor ó, 2005 egy tányér gulyás, nem tudom, akkor megveszem, és 1000 a sör, akkor megveszem, mert ha már kijöttem, akkor valamennyi pénzt úgyis el fog költeni, akkor már érezzem jól magam. Világos, de az pálya. De most a Böszörményi Füredi kereszteződésben egy kimerett sülkolbászt rákcsálni, az nem olyan nagy de pálya. De Debrecenben még mindig, tehát én, van más ilyen rendezvény is, itt is, meg máshol is, szerintem ez, amit most emlegetsz, és nem akarom már, de ez tipikusan az, hogy még mindig kimennek az emberek, és senki nem mondja meg a másiknak, hogy te, ez egy nagy rakás semmi trágya, ami ez az egész rendezvény, és elviseljük, hogy a fél város lezár, és örülünk, hogy hú, van ez a válság. Tehát ez szerintem, én nem tudom értelmezni, hogy ami ott történik, és nem vagyok stop, tehát szerintem évek óta nem voltam, de nem lehet semmit kapni, kimerett kolbászt adnak háromszor annyiért, mint a hentesnél, vagy bárhol piaci alapon szintén megveszed, de ezt úgy megszokják, senki nem mondja azt a másiknak, hogy ne menj ki, mert rossz. Igen, de egyébként, amit értem, hogy mondtok, de amit Balázs, te is mondtál, hogy még van egy dolog, amiről nem beszéltünk, hogy ez ahogy a magyar irodalomból ismerjük, a Kis János és a Töltőkáposzta példája, tehát hogyha valakinek nem annyira sok pénze van, tehát ezt a magyar átlagot keresi, akkor van egy ilyen lélektani dolog is, hogy csak azért is. Hogy ha már oda mentünk, hogy tudja, hogy nem teheti meg, tehát valahol a kis agyból ott van, hogy nem, ez nem fér bele. De ez akár magam, én rám is jellemző, tehát ez most nem, senkit nem akarok semmilyen mértékben vagy módon minősíteni. Van bennünk egy ilyen, hogy hát ennyit nem élek, hogy nem tudok kifizetni egy lángos vagy kolbász, 5 lángos, most, a srácoknak oké, 4 lángos, meg 4 kosósör. Ugye? Mi ez? De ki tudod, amúgy? De 10 csak ott nem menj haza. De 10 rongy, amiről beszéltek. Igen, tehát, hogy ami egy semmi, nulla, egy értitek? De ennek a lélektani oldal érdekel, hogy nem, hogy van egy ilyen. Na nem? Csak visszakanyarodunk akkor oda, hogy na, ezekkel nem kéne foglalkozni. Tehát akkor élsz jól, mikor ezeket így utána se jutna eszembe. Tehát így most az, hogy kifizetjük, és akkor utána, de nagy hülye voltam, hogy megvettem a 4 lángost, a 2 sört, meg a...
Nem. Ilyen gondolatokra nem is lenne szükség. És egyébként ott van egy nagyon másik oldal ennek, és tényleg mondtad, hogy hagyjuk a felső úszat, meg a esetleg nagyon nélkülöző réteget, de tehát mi pont szerintem azon a környéken lakunk, ahol nincs a felső 20%-ból, és nincs szerintem az alsó 20-ból se sok, és hányszor tapasztaljuk az élelmiszerboltban, mind a ketten járunk, és ami nem is drága, és szerintem te is tapasztalod, hogy te jársz, és a legborzasztóbb dolog, amikor a 6-7 év alatti kisgyerek a szemmagasságban levő pár száz forintos számára csodát jelentő kekszért, csokiért, bármiért azt mondja, hogy apa, vegyük meg, és látom az ember, hogy azt mondja, hogy nem tudjuk megvenni, és tényleg nem tudja. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni, és nem a nyomornegyedről beszélünk. Nyilván van, aki bizonyos pedagógiai megfontolásban nem vesz meg ilyet, de tényleg nagyon sokszor látom, hogy tényleg nem tudja szegény kisgyereknek megvenni azt, amire természetes, hogy egy ekkora gyerek vágyik. Ugye ott már meg oda is teszik. Meg oda is teszik, igen. Persze, hát ennek megvan a lélektana, és nem tudja. És ez viszont az azt jelenti, hogy akkor nem tud megélni annyiból, amennyiből akar, illetve lehet, hogy előre gondolkozik, és aztán valahol meg majd kimegy a vásárba, és ott akkor egyfajta kárpótlásként elkölti azt, amit minden nap tudna venni, hogy ez a már ennyit se érek. Igen, hát úgy a fiatalok, hogy gyűjtenek egy fesztiválra, nélkülöznek hónapokon át akár, nem mennek el bulizni, stb. Azért, hogy aztán egy nap alatt elbulizhassák, ami nem biztos, hogy jó üzlet, ha belegondoltok, hogy 12 felgetekes napot elcserélek egy napra, amire jön össze, akkor szakad az eső. Igen, vagy akármi, vagy lehet a haverom, hogy bunkó lesz, vagy nem. Vagy be van drogozva a sztár fellépő. Igen, vagy el se jön, vagy nem mondta. Értitek, ez egy nagyon kockázatos dolog, lehet, hogy akkor jobban megéri kis lépésekkel haladni. Na, de mindegy. A pénzről beszélgettünk. De hát ugye az élet nem csak pénzből áll. Ugye? Hát azért ne legyünk ennyire vakok, meg hát vannak érzelmeink is, meg van ennél sokkal fontosabb dolog is. Hát ugye ezt is tanítják mind a társkutatók, mind a pszichológusok, mind a mindenki. Tehát mindenki mondja, hogy igaz, hogy pénzalapú társadalomban élünk meg, de hogy azért, és valóban, hiszen örülhetünk annak, hogy egyáltalán még a világon vagyunk, nagyon sok kortársamat már is elvesztettem, tudjuk, hogy vannak tragédiák. Örülhetünk annak, hogyha a családtagjaink közül, akik körülöttünk vannak, örülhetünk annak, hogy a gyermekeink remélhetőleg még sokáig jó egészségben leledzenek, tehát egy csomó öröm van az életben, tehát rengeteg, és akkor nem beszéltünk szakmai sikerekről, szakmai elismerésekről, barátságokról, rengeteg, hát az élet szép, süt a nap, stb. De mennyire tudja ezt megmérgezni a pénznek a nem léte, vagy léte? Hiszen sok élet meg abban megy tönkre, hogy túl sok van. Értitek? Tehát nem csak az okoz mérgezést, vagy életpálya feldülést, hogyha valakinek nélkülöznie kell, hanem adott esetben pont a másik véglet is. Szerintem ugyanúgy integrál, vagy kirekeszt, és mind a két véglete, tehát a nagyon sok és a nagyon kevés is. A nagyon soknál ugye inkább azt annak a veszély áll fenn, hogy tényleg egy olyan fajta életet élsz, amit csak kevesek, ebből adódóan kevés barátod lesz, vagy egy sem, vagy igaz barátod nem, vagy sok ellenséged, vagy sok dörgölőző, vagy nem tudom, tehát az egy kicsit... Vagy most barátod aztán egy hétvó ellenséged, igen. És ebbe a közegbe, ami nem biztos, hogy egy egészséges közeg, oda meg integrál. Tehát ugyanakkor meg valamiből kirekeszt. Ugyanígy szerintem lefelé is, mert azért borzasztóan, és annyira utálom ezt a pénz nem boldogít dumát, mert ez a világ egyik legnagyobb baromsága, hogy ne boldogítana, hát azért az egy jó, az egy így működünk sajnos. Hát meg majd, a nem léte, nem, az biztosan nem boldogít. Igen, tehát hogy az, majd, hogy nem mindenért pénzt kell adni. Ma meg már főleg nagyon sok minden nem divat már, nem magad gazdálkodsz, nem magad termelsz. Meg embereknek a módszerét már kidolgozták, persze. A lakótelepeken, nem szabad kilépni a lakásból. Csak az meg, mert az pénzbe kerül, mint azt tudjuk, csak az borzasztó. Ne, hát ez borzasztóan beszűkült, és na, most ezt nem jó példaként mondtam, csak hogy, nem, csak pont ahhoz kapcsolódik, amit te mondasz. Igen, hogy... Hát még úgy is jönnek a csekkek, akkor jó, csak a postaládáig kellene. Jó, de ha kilépsz, akkor értelmszerűen, tehát hogyha valamit belakasz most, akkor még többet költesz. Tehát ezért van az, hogy tényleg nem akarok semmilyen lakótelepet megnevezni, de tízezrek élnek úgy, hogy, ahogy Lukás Laci neked, bebújsz a lyukba, mint egy egér a betonbörtön, mindent megért, tehát gyakorlatilag ennyi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így jön be tényleg a legeleje, hogy az nagyon-nagyon változó, hogy kinek mennyi, de hogy az biztos, hogy ezt a gyönyörű életet, amit te vázoltál, ahhoz elengedhetetlen. Hát annak a gyereknek, hogy egészséges legyen, vagy sokat mosolyogjon, vagy felnőjön,
Hát nem akarom számosítani, mert csúnya dolog, de hát kisebb vagyonok, amíg egyszerűen a idézőjeles bekerülési költség, amíg útnak indul az az élet. Vagy egyáltalán, hogy legyen meleg abban a házban, és ne fagyjatok össze. Tehát, hogy ne boldogítani, én azt gondolom, akkor tudod élvezni az életet, hogyha van egy olyan minimum, és most maradjunk a minimumon, hogy ez kinek mennyi, de hát ezek a feltételek azért pénzbe kerülnek, és ettől lesz kerek a dolog. Ha ez nincs meg, ha fagyoskodunk, ha nyomor van, akkor ebből előbb-utóbb harag, veszekedés, kínlódás, eszük egymást, veszekszek a gyerekkel, nem vagyok kibékülve magammal se, ez nem egy egészséges élethelyzet. Úgyhogy igenis, szerintem a pénz boldogít egy bizonyos határig. Igen, örülök, hogy én őszinte vagy, ez nagyon fontos egyébként, meg azért azt ne felejtsük el, hogy a pénznek a hiánya egyfajta kiszolgáltatottságot jelent. És a magabiztos, ha egyáltalán volt olyan, hogy magabiztosság az illetőnél, annak a falait az porrázúzza az, hogyha nincs elég bevétele, ez nyilvánvaló. Tehát azért ennek azért plusz, hogy is mondjam, plusz jelenségei, kísérő jelenségei vannak ennek a dolognak, nem csak pusztán arról van szó, hogy akkor nem tud elmenni étterembe, tehát ez sokkal többet jelent. Hát a nagyon keveset sokkal nehezebb kezelni, tehát az egy szint alatt ugye nem is lehet, a nagyon sokat intelligenciával lehet, tehát nekem van, van aki meggazdagszik hirtelen, vagy és nagy képű lesz, és villog vele, de nekem, hála jó Istennek, van jó néhány olyan ember a környezetemben, ismerősöm, barátom, akinek sok lett, több lett, és ez tehát volt olyan, akinek nagyon jó ment, és akkor elmentünk barátok, és ültünk, és akkor mondtuk, hogy akkor számlát intézzük. Neki tényleg nem okozott abszolút gondot úgy bent a szekér, és mondta, hogy már el van rendes. Nem 20 ezereseket tologatott, és azzal csináld bármit. Értem, hogy nem... Hanem ezt intelligensen... Nem a luxus szolgáltatásokból vett intelligensen kezelte, és tényleg mindenkinek baromi jó. Tehát én tudom, hogy abban a társak, nekem sem jött rossz, hogy nem kellett elköltenem azt a 8000 forintot, amivel került volna, és van, akinek még jobban jött, hogy nem kellett befizetni, de hát egy olyan találkozó volt, ami kellett, ő meg megtehette, és megcsinálta, és ezt lehet úgy intelligensen, és nem a pofájába vágva a másiknak csinálni, hogy tényleg öröm ilyenkor, a melegség lesz az ember szívében, hogy vannak ilyen ismerősei, barátai, akik ezt megcsinálják, hiszen én azt hiszem, hogy a magyar társadalomban most volt egy ellentétes példa, ez a karitáció hiányzik a legjobban, és a elesettek segítése. Félek tőle, hogy abból az ominózus 700 milliós összegyűlt esetből most két évre az, hogy persze, mert mi jól tudunk adakozni. Ez többször kéne is, és más esetekben is, de tényleg az embernek a körében van ilyen, és ezt jól kezeli, és megteheti, és nem érzed magad kellemetlenül tőle, hogy kifizette, azért az jó dolog, és jó ilyen emberekkel együtt lenni. Úgy gondolom, hogy én is megtenném, hogyha lenne rá módom. Ez nagyon fontos, mert ezt pont még nem érintettük, hogy adni jó. Tehát pénz nem csak ahhoz kell. Tehát azért persze lehet egy embernek örömet okozni, ezzel fajta módon, azt tudjuk. Tehát most nem akarom végigmondani a módozatait, hogy lehet egy másik embernek örömet okozni, de van egy csomó olyan segítség, aminek konkrét anyagi vetületei vannak. Tehát, amit úgy tudsz neki segíteni, most nem csak úgy, hogy adod, mert nem feltétlenül úgy, hogy adsz neki kölcsön, vagy nem kölcsön 30 ezer forintot. Egyáltalán bármibe, utaztatásba, építkezésbe, egy beülésbe, tehát ahhoz mind pénzbe kerül. És nem tudsz adni, mert akkor ugye már a más költségvetés billenne meg, pedig ez jó, nem? Uh-huh. Tehát ez egy jó érzés. Tehát, és mondom, nem úgy konkrétan, hanem amiről Attila is beszélt többek között, hogy most nem úgy, hogy konkrétan pénzt szórni, hogy lottómilliós, és akkor itt van a pénz, gyerekek, vegyétek föl, nem így, hanem valamiféle segítséget nyújtani, aminek egyébként járulékos vetületei, anyagi vetületei is vannak, de az nem számít. Értitek? Hát igen, és az még annak is jól esik, akinek tiszta a lelki ismerete. Hát hogy ne esne jó? Mert jó, de tényleg legyen ez egy felhív valaki, hogy gyere, szedjük össze a szemetet a, mit tudom én, építkezésen volt ilyen útkarában. És nem biztos, hogy először jó, de utána én úgy vagyok vele, mint a tudod, a fogoroshoz is úgy mész be, hogy jaj, kifelé meg már vigyorogva jössz, hogy túl vagy rajta. Tehát, ami nem kell fizetni. Ami nem kell fizetni. Mert igen. Már nem vigyorogsz. Igen. És ezzel is úgy voltam. Szóval ezek a dolgok biztos. Na, így kerek az, hogy süt a nap, és mosolyog a gyerek, és jó, amiket soroltál szerintem, mert ennek bele kell férnie. Túl se kell tolni, mert az kicsit visszás nekem, de igen. Sőt, hát sajnos néha, és ez megint személyes tapasztalat, és régi eset, de még ma is él ez a dolog, tehát
több mint 10 éve jól menetelt a csapat a nemzetközi kupában, és elődöntőt játszottak a lányok, és annyian kértek tőlem jegyet, amit megvettem egyébként, és ezeknek a 70%-a nálam jelentősen jobb anyagi helyzetben levő ember volt, aki egyébként a magyar viszonyok között is viccárú belépőjegyet nem tervezte, hogy megveszi. Majd egyébként kiment a büfébe és megivott három viszkit, meg három jégert, amiből egészen akkor bérletet vehetett volna. Tehát van ez a kicsit jobban élő között, hogy nem szeretek fizetni, mert majd jussunk be, meg szerezzünk ingyen. Erről is egyébként le kéne szokni. Én például leszoktam arra, hogy ezeknek megvegyem a jegyet. Tehát nyilván van olyan barátom, aki bejelentkezett, hogy eljön, és neki megfogom, de a hétvégi átkupamecse, de tényleg azt kell mennem ott a pénztára, hogy megtette főnököm a saját testvérével. Tehát... Csak egy záró gondolat jutott ennek kapcsán eszembe, hogy mintha azt gondolnánk, hogy pénz által nagyok vagyunk, nagy pályák vagyunk, VIP-ek vagyunk, tehát az nekünk jár. Csak nem fogok tánat sorba állni jegyért, vagy mit tudom én, hát megtehetem, nem? Tehát ennek nem az a, nem is azt érzem benne, hogy nincs rá pénze, mert ez vicc nyilván lenne rá, hanem hogy elvből nem, tehát az jár. Hát nekem van ismerősöm, ismerem Berecki Attilát, felhívom, hát szerez ő nekem, nem? Tehát, hogy így inkább ez a réteg. Ha meg már ott vagyok, akkor meg nyilván meg kell mutatni, hogy van pénz másra is. Legutóbb tavaly junior VB döntő előtt lett nagyon sok barátom, aha, aki... Na. Igen, bár egyébként azt, tehát hogy mondjam, még van itt egy szempont a legvégére, amit gyorsan felvetek, hogy a legegyszerűbb dolog, vagy hozzáállás ehhez az egészhez az, hogy tanuljunk a nagyszüleinktől, mondjuk. Uh-huh. Ugye, hát ők amire nem volt pénz, azt nem tették meg. Tehát nem kellett vinnyogni, meg mondj, tehát ez is egy vélemény, hogy panaszkodni, meg nem tudom. Nincs pénzed, fiam, izébe jár, nem tudom hova, étteremben vagy, nem tudom, kocsmában vagy, nem tudom hova. Akkor ne menjél. Nagyjáink sem, azt mondták erre, nincs pénzünk, nem megyünk. És így tovább, és így tovább. Ez nagyon igaz, megfontolandó is, azonban azt azért tegyük hozzá, hogy 21. század, internet, stb. Nagyon kinyílt a világ, és nagyon más látsz magad körül. És ezt a fajta fegyelmezettséget, ez borzasztóan megnehezíti. Tehát annak idején a nagyszüleimnek a falun azért nagyon kevés olyan példa volt, ami azt mutatta volna, hogy mások átlendülnek ezen az árkon, uh-huh, könnyedén. Láttak ilyet, de nem túl sokat. Mi meg sokat látunk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Nézzétek, köszönöm a figyelmet, remélem mindenki jó mentális, egészségi és anyagi helyzetben van, és tesz a következőkben is. Minden jót, viszlát.